6 éves koromban volt az első ilyen, amire visszaemlékszek, hogy első rally versenyre apukám elvitt, ez egy Fehérvár rally volt. Az az emlék van előttem, hogy álltunk egy ilyen erdősávos részen, jött a Tóth Janika még a nagy Peugeot 206 VRC-vel, akkor átdurrant, hogy majdnem elsírtam magam. Ez az első emlékem a ralliról. Igazából érdekelte apát is először, úgyhogy elvitt engem is. Csak benzingőzt szívok, csak fiúgyerek voltam, úgyhogy igazából egy kisgyereknek szerintem nem kevés jobb dolog van annál, mint hogy elvigyék egy ilyen helyre, autóversenyre. Ezt a következő emlékem az ugyanígy ez a 2001-es Fehérvár Rally. Akkor egy ilyen domboldalon álltunk. Arra emlékszek, hogy jön a Szabó Gergő még a régi golf kitárral és üvölt. Ezek az első emlékeim, és onnantól kezdve a következő állomásunk a Mecsek Rally volt. Ott dőlt el bennem, hogy valamilyen úton, módon, de én szeretnék autóversenyző lenni. Árpád-tetőn voltunk a Lapisi Elágban. Ott döntöttem el, jött szembe a Benik Balázs a Corolla VRC-vel. Hatodik tiltáson egyszerűen félelmetes volt hallani azt az autót. Tudatosult bennem az az óvodás kisgyerekbe, hogy egyszer szeretné elérni azt, hogy autóversenyző lehessen. És innentől kezdve körülbelül 2001 óta majdnem minden versenyen ott voltunk, 2005-6-ig. 8 évesen volt az az első olyan dolog, amikor itt lenne a Sióparton beleülhettem egy Suzuki-ba. Ott emlékszem azt, hogy 4-szer lefulladtam, amikor először apu úgy engedett át, hogy ő ült a jobb oldalon. 4-szer lefulladtam, és azt mondta, hogy ha még egyszer lefulladok, akkor megyünk haza, és akkor nem vezethetek. Hát 5-5-szörre sikerült elindulni, és akkor megtenni egy pár kilométert, így oda-visszába, de nagyon ilyen lassan. És akkor onnantól kezdve már így, én ugye autókereskedő volt ebbe az időben, amikor kezdtük a versenyzést, és akkor, mit tudom én, hazahozott egy-két autót, akkor nagyon ilyen finoman itt kint, ahol nem volt olyan forgalom, vezethettem egyet. De úgy konkrétan most nem volt az, hogy minden nap autóba ülhettem, és mennem kellett, és ez nem így volt. Mindig volt valami olyan kis autó, amit kipróbálhattam, aminek nagyon örültem, és igazából ebből is kialakult ez az egész szenvedély. 2006-ban jött az a gondolat, akkor voltam ilyen 10-11 éves, hogy apukám kiment Ausztriába, vett egy ilyen egyszerűbb, sima utcai Hondát. Ugye neki van egy jó barátja, neki van egy ilyen egyhatás zsigulia, és onnan jött az ötlet, hogy akkor apu is megpróbálja, de igazából miattam csak, és akkor az a kis Honda az bele csövezve, bukócső lett rá, de teljesen utcai gumik, meg úgy széria volt rajt minden. Az akkor is Sprint sorozatot Tamási Motorsport Egyesület által rendezett versenyeken rajtoltunk el. Aztán ez a kis autó mindig csak egyre fejlődött, ugye én navigálhattam csak neki 2006-ban, 7-ben is, meg 8-ban is, és mindig vagy motorcsere volt, vagy vettünk ilyen félig utcai szlikkeket rá, vagy lett rá egy rövid váltó, úgyhogy ez a kis fejleszgetés ment olyan 2008-ig. 2008-ban volt az, amikor Nagyhajmáson volt az első éles bevetés, 13 éves voltam, akkor mondta ilyen, úgy disznókupának nevezték anno ezt a kis ilyen gumikerülgetős, bolyakerülgetős ilyen mulatságot, mert másnak ezt nem lehet nevezni, és ezt nem is kell negatívan érteni. Akkor még működött ugye a kispénzű embereknek meg ez a hobbija. Ott volt 2008 februárjában volt az első ilyen kisebb verseny, ahol elengedtek rajtolni. A mai napig bennem van az, hogy úgy remegett a lábam az első ilyen körnél, ahol mehettem, hogy körülbelül szerintem ugrált az alapjárat az autóba. Egy párszor még itt elrajtoltunk Nagyhajmáson. Az egészen különleges feelingje volt ennek az egésznek, mert volt egy TS telepet kell elképzelni, ahol voltak ezek a kisebb ilyen rövid pályák. És akkor volt olyan része a pályának, meg olyan verseny, amikor át kellett menni egy ilyen tehénólon, vagy nem is tudom minek mondjam, egy ilyen hangárszerűn, és az egészen különleges érzést adott ennek az egésznek. Ezek után 2008-ban még megpróbáltuk Szentkirály Szabadját, Veszprém mellett egy repülőtérez, ott volt külön junior kategória, oda többször el tudtunk jutni, hála Istennek, és azt tudom mondani, hogy az első versenyen, ahova elmentünk, ez slalom verseny volt, ugye reptéren,
nem volt nagy tempó, semmi, meg tudtam tanulni az autót, a technikáját, hogy kell fordulni, mikor kell kézi fékezni, stb. Ilyen apró dolgokat, amik kellenek ahhoz, hogy egyszer akár gyorsan is lehessen menni. És aztán jöttek az eredmények, hála Istennek, azt tudom mondani, mert az első versenyünkön 2008. szeptemberében junior kategória másodikak lettünk, ami elsőre azt mondom, hogy nagyon jó. Utána jöttek egy pár ilyen verseny, októberben, novemberben, ezzel az autóval. Lett még 2 darab második hely junior kategóriában, meg egy junior első helyezésünk, aminek nagyon örültem. És akkor ugye vége lett a 2008-as évünknek, ami úgy már kezdett azt körvonalazódni, hogy átvehetem apu helyét a kormány mögött, csak hát ugye még nagyon fiatal voltam, és kérdéses volt az, hogy engednek-e ilyen kisebb sprintversenyeken is akár menni. 2009-ben még ezzel az autóval mentünk egyet márciusba, szakadt az eső, ugyanitt ezen a Szent Király Szabadjai reptéren, ez volt a búcsúversenyünk azzal az autónkkal, ami az első volt. Ott is egy junior kategória második helyet sikerült elérni. Jó versenyt zártunk ezzel az autóval. Pozitív emlékek köttek hozzá mind a mai napig, mert egy nagyon jó kis autó volt. Nem volt technikai hibánk, sok ilyen apróságok, de igazából ez minden autón előfordul. És akkor 2009-ben készült el ez az autónk, amivel mind a mai napig megyünk, és itt látható is. 2009 júniusában volt egy tesztversenyünk, ugyanígy ezen a Szent Király Szabadjai reptéren. Semmi gond nem volt, hál' Istennek, akkor még ugye gyenge kisgyerek voltam, 14 éves, és sperdifi miatt egyszer nem tudtam tekerni a kormányt, ami nagyon furcsa volt. Már egy más technika, úgyhogy azóta is ez van. És akkor 2009 júliusában volt az, hogy ugyanitt a Tamási Motorsport Egyesület keretein belül az ő versenyeiken adtak engedélyt szülői aláírással természetesen, hogy lehet menni, elengedtek. Természetesen úgy, hogy apa ült mellettem. 14 éves voltam, tehát ez egy jó időben sikerült elkezdeni ezt az egészet. Az első versenyünk a Szent Gálos kéren volt. Nagyon tempós, nagyon dobálós, nagyon lobogós pálya volt. Külön jó érzés volt akkori fiatal kis suttyó gyerekként, hogy Sidek Krisztián előtt rajtoltunk pont előfutóként, úgyhogy ez egy nagyon pozitív érzés volt, hiszen Krisztián egy mai napig elismert versenyző, mind hazákban, mind pedig külföldön. Úgyhogy így kezdődött igazából ez a sprintes korszak, és azóta 2009. szeptemberétől szinte csak sprintbe, mezőnybe mentünk, akkor ott már felnőttek között mehettem, úgyhogy ez egy plusz adrenalin lökés volt, hogy vajon 14 éves gyerek meg tudja állni a helyét a felnőttek között. Hála Istennek azt mondhatom, hogy sok részsikerünk lett. Pont az első versenyünkön Kurd-Lengyelen 2009-ben sikerült a kategória második helyezést elérnünk. Ott például Lukács Kornél Csúcsú végzett előttünk, aki azért szintén egy ismert név ma már. Ezek mindenképpen pozitív emlékek. 2010-ben még részsikereink voltak, ugyanúgy már nem futottunk teljes szezon még a sprintbajnokságban sem. Kategória második, harmadik helyezéseket tudtunk elérni. 2010-ből van egy nagyon emlékezetes verseny, ugyanígy a Tamási Motorsport rendezésén belül volt egy futam Zamárdiba. Ez annyira pozitív emlék volt nekünk, hogy esett az eső, felszáradóban volt. Annyira jól kijött a lépés, hogy sikerült ilyen 80-90 célba ért autóból az abszolút tizedik helyen végeznünk, és kategória második helyen. Nagyon boldogok voltunk, az egy emlékezetes verseny marad így a régi időkből, úgymond. 2011-es évben már ugyanitt teljes szezont futottunk, és sikerült kategória bajnokságot nyerni. 2012-ben is folytattuk ezt. Elméletileg ugye bajnokok lettünk, de hát sajnos a díjkiosztót nem tartották meg, úgyhogy ez csak ilyen félig meddig megnyert bajnokság volt. 2013-ban olyan nevek ellen versenyezhettünk, akik a mind a mai napig meghatározó személyek. A rally világában lehet azt mondani, és büszke vagyok arra, hogy ellenük versenyezhettem, hiszen ott van például a Sauer Gergő. Tamási Motorsport bajnoksága az megszűnt, úgyhogy kénytelenek voltunk délre menni, a déli régióba, és ott sikerült azért viszonylag sokat fejlődni, legendás pályákon autózni. Ilyen volt például az Árpád tetői pálya, amit akkor ismertünk meg. Én mondom azt, hogy akkor én nagyon fiatalnak éreztem magam ahhoz, hogy egy olyan átlagsebességű pályán lemenjünk, de hát a mai világban ez már teljesen átalakult, ugye, hiszen mai fiatalok már teljesen készen érkeznek egy ilyen versenyre, sőt, még sokkal feljebb állnak, mint mondjuk én.
pozitív dolog ez, hiszen mint említettem, ez akkor indult el egy olyan dolog, és olyan emberek ellen sikerült menni, akikkel szemben olyan teljesítményt próbáltam kihozni magamból mindig, ami mindig fejlesztett egy picikét. Évvégén meghozta a kategória második helyet, és akkor 2014-től indult el az a vonal, ami talán meghatározta így az egész eddigi úgymond idézőjeles pályafutásunkat, hiszen 2014-ben volt az első olyan évünk, amikor úgy átalakult ez nekünk Marbá. Az év közepéig nem is figyeltük ezt, hogy hogy alakul, vagy hogy sem, csak így mit tudom én, ilyen július-augusztus fele kezdtük el azt nézni, hogy hoppácska, itt még akár valami országos eredmény is lehet, és akkor elkezdtünk azért így minél több versenyre járni, mert akkor ugye az volt, hogy ki hány versenyre el tud jutni, akkor annyi mehet. Vannak innen is nagyon pozitív emlékek, hiszen 2014-es év, ott Nagyveleg volt a legemlékezetesebb, egyik legemlékezetesebb versenyünk. Az nagy összetettben is második helyezést tudtunk elérni abszolútban, minden mellett, hogy a Marb abszolútot sikerült megnyerni. Egy nagy BMW-s tudott megverni minket, úgyhogy az nagyon nagy boldogság volt egy ilyen 1.6-os autóval odaérni az elejébe, még ennek az amatőr és licences mezőnynek egészbe. A másik verseny, ami másik kettő verseny, ami emlékezetes volt, az ugye a Sajókazai volt, hiszen el tudtunk menni olyan környékre, északra, nagyon messzire tőlünk, ahol megismerhették a Géringer nevet, meg tudtuk ismertetni, hála Istennek, mondhatom ezt, hiszen sikerült Sauerék mögött az abszolút második helyen ezzel az autóval célba érni, ami már az akkori amatőr, idézőjeles amatőr mezőnyben sem volt kis teljesítmény szerintem. És aztán a lábatlani verseny az azért volt nagyon, nagyon emlékezetes pillanat, hiszen amikor célba értünk, apa várt minket ott egy üveg pezsgővel, azt telilocsolta az autót, és összességében ott tudatosult bennünk, hogy egy ilyen kis csapat, mint mi, ilyen kis emberek, mint mi, oda tudtak érni egy amatőr bajnokságnak is az élére. Ott sikerült az első bajnokságunkat megnyerni. Úgymond sikerszéria tartott még 2015, 2016 és 2017-ben. Zsinórban négyszer meg tudtuk nyerni az országos amatőr bajnokságot. 16-ban és 17-ben sikerült megnyernünk Zsinórban kétszer a déli régiót. A nyugati régióban is 16-ban bajnokok lettünk az amatőr bajnokságon belül. A 16-os évet tudnám talán kiemelni, hiszen talán teljesítmény és eredmények szempontjából az volt a legeredményesebb. 10 versenyből 9-szer célba értünk, talán egyszer nem nyertünk, úgyhogy 10-ből 9-szer célba értünk, és 8-szor nyerni tudtunk, vagy 7-szer talán, nem is tudom, de ez most annyira nem is számít, hiszen 10-ből 7 vagy 8 verseny az azt mondom, hogy talán az életünk formája volt az év, attól talán nem volt jobb évünk. 2018-as év az egy ilyen kicsit ilyen mélyebb pont volt. Ott ugye úgy gondoltuk, hogy 4 amatőr bajnoki cím után meg kellene próbálni a másodosztályt, hogy ott mire lehetnénk képesek. De aztán a debütáló verseny sajnos annyira nem alakult jól, mert igazából Miskolcon volt ez az első versenyünk. Túl jól álltunk, nagyon elbíztam magam, hogy én most hű, de nagyon jó versenyző gyerek leszek, aztán 3 ugye különböző pálya volt, ez biztos, hogy valamilyen szinten azért nehezítette az amatőr után ezt az egészet. Az első kör után úgy fordultunk, tisztán emlékszem, abszolút negyedikek és kategória elsők voltunk. Nagyon szerettünk volna jó eredményt elérni, hiszen bebizonyítani azt, hogy ez a 4 bajnoki cím nem véletlen. Tehát én titkon azért, annak ellenére, hogy az autónk azt tudjuk, hogy nem a legütőképesebb és technikailag hihetetlen hátrányunk van, mindenképpen szerettünk volna jó eredményt elérni. Sajnos nagyon elbíztam magam, tehát ez abszolút vezetői hiba volt. Volt Hernád Vécsén az utolsó nagy balos kanyar, egy szalagkorláttal. Be kellett volna tenni a szalagkorlát mellé tőre az autót, és akkor nem csúsztunk volna le egy mély árokba, az autó fennakadt, a futóművünk elgörbült, leszakadt a kartervédő, úgyhogy sajnos kiestünk a versenyből. Próbáltuk még amennyi időnk volt valahogy a kartervédőt felfogatni, kaptunk segítséget is, utólag ezt most már nyugodtan lehet mondani, hogy Vojcik Golyó jött oda például segíteni Geiger Mikibával, ezt azért illő megjegyezni. Tisztán emlékszek arra, hogy még
kérdezte, hogy ismerem-e, mondom, hogy ne ismerném, hát mondom, ez gyerekkorunk meghatározó versenyzője, mondom, én még nem is éltem akkor, amikor ő már ment, de ezek ilyen jó érzések voltak, hogy viszonylag azért ők nagy emberek, és akkor jöttek oda önzetlenül segíteni, ezek azért szép pillanatokat okoztak nekünk. Mentünk volna kettő rally 2-es versenyen, ugye 18-ba, de aztán az egyik sajnos meghiúsult egy fék probléma miatt Salgó rallin. Fehérváron célba értünk, de ott nem tudom, ott a teljesítményünket nem kommentálnám, mert az nagyon gyenge volt. És akkor valóra vált egy álom tavaly októberében, hiszen engedélyt kaptunk arra, hogy elrajtolhassunk a Mecsek rallin. Ez az álom, ez 2001-ben onnan indult, Mecsek ralliról, és mondhatom azt, hogy nem teljesült be még az álom, mert még közel sem lett elérve minden ebben az egészben, amit el szerettünk volna érni, de talán mondhatom azt, hogy ennek az álomnak az egyik nagy állomása az a bajnoki címek mellett a Mecsek ralli volt, hiszen mondhatjuk azt, hogy egy ilyen autóval ilyen kis emberek, mint mi eljutnak a Mecsek rallira és mehetnek az úgymond nagyok között, azért ez nekünk nagyon nagy szó volt, nagyon jól esett, és nagyon köszönöm apukámnak, hogy ezt lehetővé tette. Az idei évünk az, annak már úgy álltunk neki, hogy szeretnénk valamit elérni a Rally 2-be, tehát itt már amennyire tudunk, az első 10-be és a kategória 5-be férjünk bele. Nem mondhatnám ezt, hogy most úgy annyira nagy terveink voltak, de azért minimum ennyi volt, amit kitűztünk célul. Nagyban sikerült ezt fölülmúlni. Nem is értem, hogy hogyan, hiszen olyan szerencsés helyzeteink voltak, amik szerintem az életben soha többet nem lesznek. De nem vagyok negatív. Egyből az év második versenyén Miskolcon sikerült ezzel az autóval abszolútot nyerni. Ehhez kellett nagyon sok minden, tehát kellett ahhoz, hogy a vetélytársaknak, Team Gabiéknak probléma legyen az autójukkal, Lendvai Pistikéjék kapjanak egy perc büntetést, Trencsényi Vincék defektet kaptak, de nem is ez a lényeg. Mi próbáltunk ott lenni lőtávolba, ott tudtunk lenni, és igazából nekünk az a győzelem az talán az eredmény listánkon az a csúcspont talán, mert úgy ez nagyon nagy dolog számunkra. Jött a többi verseny idénre nézve. Még azt tudom mondani, hogy a Fehérvár rally az nagyon szerencsétlenül alakult, a Baranya kupa az hál' Istennek ott is esett az eső, mint ahogy Miskolcon, és ott is abból adódott körülbelül a szerencsénk nagy része. Esőben azért nagyon jól ismerjük az autót, és talán ez az előnyünk vele, hogy nagyon régóta, 2009 óta ugye ebbe ülök, és nagyon sokat tudtam már vele menni, úgyhogy azt is tudom, hogy viszonylag, nem mentem vele sokat esőbe, de viszonylag mondhatom azt, hogy tudom, hogy viselkedik, úgyhogy ebből tudunk csak építkezni, hogyha valahol esik az eső, akkor nekünk ott több esélyünk van, ezért is szeretem, meg örülök, hogyha esik. Sikerült még egy abszolút dobogót szereznünk, ami talán mondhatom azt, hogy az eső miatt nem is szerencse volt, hanem ott erőből sikerült odaérni, és ott értük el életünk első Rally 2-es szakasz győzelmét, Árpád tetőn esett az eső, és ott sikerült mindenkit magunk mögé utasítani, úgyhogy ez még egy pozitív dolog volt, és ez a bakancslistára ki lett pipálva, hogy nyertünk Rally 2-es szakaszt is. A Salgó rally az nagyon mákos volt nekünk, ott is ugye sikerült abszolút harmadik és kategória első helyet elérni. Nagyon a szerencsém múlott az egész, tehát most én azt tudom, hogy nekünk az első 10 a reális, valahol a környén 8, 10., 12. helyen autóztunk, kategóriából ott voltunk az első 5-be, ezt tudtuk mi is teljesen, csak aztán az utolsó előtti gyorson kinek úgy leszakadt az ég, nekünk a pálya felénél kezdett el esni. Valamennyire bizakodtunk abban, hogy most nyilván nem a magunk erejéből, de ha már így alakult, hogy a szerencsének köszönhetjük, akkor próbáljuk meg ezt megtartani. Úgyhogy ott is sikerült az abszolút dobogón végezni. Mecsek rallira nem maradt más hátra, mint hogy megkoronázzuk ezt az egész éves szerencse szériát, de hát sajnos ez nem sikerült, hiszen vétettem egy nagy hibát. Pályabejáráson nem vettem észre egy ilyen nagyobb ilyen követ, ami kiállhatott. Simán le lett tövezve a kanyar, és akkor sikerült rámenni. Azonnal durdefekt, egy 8 percet időztünk el benne a pályán, és akkor ott már
csak az lebegett a szemünk előtt, hogy ha abszolút pontot nem is, mert tök utolsók voltunk, legalább akkor a kategória pontokat gyűjtsük be és gyúrjunk a Power Stage-re, ott tényleg ilyen még nagypapásabban közlekedtünk, ahogy előtte szoktunk. Már csak az volt, hogy érjünk célba és csinálhassanak rólunk egy képet a céldobogon, aztán mehessünk nyugodtan haza aludni. A négy amatőr bajnoki cím mellé sikerült egy Rally 2-es P12-es bajnoki címet szerezni, ami azt hiszem, hogy most mondhatom azt, hogy nagyon sokszor volt tényleg szerencsénk, ezt nem győzöm hangsúlyozni, mert ezzel az autóval nem biztos, hogy az a reális, hogy a nagy 10-20x milliós ladákat megvered, hiszen nagyon ügyes srácok ülnek abba is, és őket nagyon nehéz megfogni. Tehát nekünk ez szerencse volt, nyilván ott kellett lenni, hogy most te nyerhessél, és az abszolút ötödik hely az még csak egy grátis és pont az íre, hiszen álmomban sem mertem volna gondolni, hogy nekünk akár évvégén az MNAS díját adón helyünk lehet, úgyhogy nagyon boldog vagyok, hiszen talán mondhatom azt, hogy kevés ilyen csapat, hogy vagyunk hárman összességében, hiszen apu az egyetlen szerelőnk, tréleresünk, akkor ő úgy a mindenesünk, tehát most nincs külön tankoló emberünk, nincs külön kerékcserélőnk, hogyha kereket kell cserélni, akkor ne adj Isten, én is beállok és segítek, a navigátorom is fogja magát, és akkor a szervizben mi is dolgozunk, ha kell. Úgyhogy nekünk ez egy ilyen félig meddig családi, meg ugye szeretetből csináljuk, meg imádjuk igazából. Igaz, hogy nagyon sok munkával, lemondással és pénzzel jár, de hát amíg ér a takarónk, addig nyújtózkodunk, és megyünk tovább. Voltak, akik örültek, és mondták, hogy ez nagyon jó lesz, meg hogy ügyes vagyok, jók az idők, de nyilván még sokat kell fejlődni. A nagyobbik része ilyen volt, hál' Istennek, mondhatom, azt lekopogom, hogy nagyon sokan pozitívan fogadtak, és igazából leginkább Fatert becsülték ezért, hogy volt egy fia, és akkor őt elindította egy úton. De volt néhány olyan ember is, aki állandóan csak szurkálódott, csipkelődött. 14 évesen is őnála gyorsabb voltam. Most nem mondok nevet, nem is az a lényeg. Őnála 14-15 éves korom óta gyorsabban mentünk, holott nagyobb autóval ment nálunk, és ő mindig csipkelődött. Például most egy ilyen ember tudok, aki konkrét, de úgy többen voltak, akik így láttam, hogy csúnyán néznek rám, de igazából nem érdekelt, mert összejött egy olyan dolog az életembe, 14-15 évesen megtehettem azt, hála jó Istennek, amiről még vannak olyan emberek, akik csak 40 évesen is álmodoznak. Tehát a lényeg, vegyes volt a fogadtatás, de hála Istennek inkább pozitívan fogadtak. Van egy úgymond csapat, vagyunk egy ilyen 10-15-en, nem mondok neveket, mert úgyis mindenki tudja, hogy kikről van szó, akikkel nagyon jól el vagyunk. Van egy matrica is az autónkon, a Beteg Pervez Rally 2-es vagyok, van egy ilyen Facebook csoportunk, vagyunk vagy 10 benne, olyan emberek is, akikről nem gondolnád, hogy olyan betegek, hogy ez valami félelmetes. És igazából jó amúgy a hangulat, én azt tudom mondani, tök családias. Tehát most megáll, volt Salgó Rallin, emlékszek, volt olyan etap, az utolsó Cered előtt, meg úgy körülbelül az összes gyors előtt, Salgó Rally az kiemelkedően, 10 álltunk meg egy autókkal egymás mögött, azt akkor 20-an ott álltunk, azt bandáztunk, beszélgettünk, rögtünk egymáson, cikiztük egymást, de semmi, kicsi ilyen csipkelődés megy, beülsz az autóba, bemész az IE-be, onnantól van verseny, kiszállsz az etapon, a túlsó oldalon, és onnan már megint nincs verseny. Bandázás megy. Nagyon tudok ennek örülni, sokkal jobbnak érzem a hangulatot amúgy, mint a Marba. Nem tudom, a Marba már így az utolsó évben talán mondhatom azt, hogy nagyon ilyen más lett az egész. Mindenki arra megy, hogy most megmutassa, hogy milyen van, milyen nincs, akkor minél többje legyen, mutogassuk magunkat, ezt annyira én nem. Én mindig ez az elzárkózott gyerek voltam, és csak ezeket a minimális külsőségeket szerettem. Először ugye apu ült mellettem az első versenyeken, 2011-ben ült be mellém a mostani navigátoromnak a bátyja. Ő mellette nagyon sokat fejlődtem, ő nagyon hajtott, ütötte a lábamat, hogy nyomjad neki, nyomjad, ordított féktávol, hogy még ne fékezzél, még nyomjad, és két verseny alatt
annyit fejlődtem, tegyük föl, mint mondjuk máskor egy év alatt. És ez ő nagyon sokat rátett abba, hogy hamarabb sikerüljön elérni azt a szintet, amit szerettem volna. 2013-ban mentem a mostani navigátorommal, 14-15-16-ban mentem Somodi Attilával, akivel ugye a három arcímet szereztük. Ő nagyon higgadt, nyugodt ember, nagyon sokat lehetett vele hülyéskedni rajt előtt, míg be nem ültünk az autóba. Mindig volt valami témája, amire olyan viccesen el tudtam vonatkoztatni az egésztől, hogy tök kikapcsoltam. Ő nagyon pozitív személy volt, csak aztán elváltak útjaink. 17-ben mentem Tőke Tomival, ő is abszolút pozitív volt, pontos volt, precíz volt, ő mindig ott volt időbe, ahol kellett pedig Szombathelyen lakik, úgyhogy egy kicsit azért az odébb van. Akkor vele is ugye megnyertünk egy bajnokságot, egyszer az országost, úgyhogy szerintem eredményes évet zártunk, és ez mutatja azt is, hogy a közös munka jól sikerült. 18-ban, 19-ben pedig ugye a mostani navigátorom, őt vele tudom azt mondani, hogy ő nagyon pontos, precíz, időben ott van mindenhol, ami nagyon fontos. Amit mond, azt lehet készpénznek venni, és ez a mai világban szerintem nagyon fontos. Úgyhogy lehet rá számítani, amit pozitív, eltalál az itinerbe mindig, amit én nem tudok, azt ugye az az ő dolga, és ő azt maradéktalanul elvégezte, úgyhogy talán navigátorok közül eddig ő vele volt a legjobb a közös munka. Annyit szoktunk csinálni, hogyha készen van az autó, és lehet próbálni, most már ugye 17 óta van, hál' Istennek, SP-rendszámunk, műszaki biztosítás, minden, amit elvárnak, és annyit tudunk csinálni, hogy így, ahogy látod, utcai gumikon felfújva, kereket meghúzva, próbakör tudunk menni vele, de sajnos arra lehetőség, hogy most meleg szlikkel, jó guminyomással, sisakba, adott esetben lekötve, úgy rendesen, ahogy kell, biztonságosan menni, és tesztelni szerintem az nekünk ezzel az autóval felesleges is, hiszen már annyit mentem vele, hogy most nagyképűen hangzik, de ez abszolút nem úgy értendő, hogy már kiismertem, de amíg nem mentem az autóval annyit, akkor se volt lehetőség gyakorolni. Egyrészt azért, mert ugye nem volt rendszámunk, másrészt meg azért, mert egyszerűen itt a környékben nincsen olyan útszakasz, ahol lehetne nyugodtan autózni, mert itt az emberek azt, ha meglát valaki valakit, hogy megy rendszám nélkül mondjuk, akkor azonnal hívja a rendőröket, és akkor már annak örülnek, hogyha nekünk rossz. Kisebb kor, 12-13 évesen kaptam karácsony egyszer egy G25-ös Logitech kormányt, és akkor azzal Richard Murs ralliztam nagyon sokat. Rally Simfanson, ezen az online rendszeren nagyon sokat játszottam, de aztán elsodort az élet főiskolára, fősulira, akkor úgy már annyira nem foglalkoztam vele, aztán ugye elmentem még szakmát tanulni utána, és akkor ez így teljesen kikopott. Meg tönkrement a kormányom is, úgyhogy ezzel nem tudunk már mit csinálni. Általában olyan emberek belsőjét szoktam megkeresni, akiéből lehet tanulni. Mindenki, hát minden olyan versenyző szerintem, aki akar egyről a kettőre jutni, az mindig nézi a nagyobbakat, mindig nézi azt, akinek akár van. Mondhatom azt is, hogy szoktam mindenféle belsőt nézni, de mindig próbálok olyat keresni, amiből tudok tanulni. Mert az ember mindig lát valamit, mindig tanul valamit, tehát mindig erre törekszem, hogy tanuljak, és sose legyen vége ennek a folyamatnak. Más látsz te kívülről, meg mást érzek én belülről. Van olyan, amikor tök úgy érzem, hogy most ez akár lehetne jó is, de szerintem, ha valaki azt mondja, hogy ki tudja autózni az autóját teljes egészében, akkor az nem vezet jóra, mert akkor ő sosem fog tudni továbbfejlődni. Én mindig azt mondom, hogy egy 70-80-85%-ot ki tudok belőle hozni, de 100-at sosem fogok tudni, tehát ahhoz még ebbe az autóba is napi szinten kéne ülni, pedig aztán én nem vagyok nagy versenyző, meg nem vagyok semmi ilyesmi, de ezt ennek az autónak is a féktávja az tud olyan lenni az olyan Pirelli gumikon, hogy egyszerűen nem hiszem el, hogy ott megáll, és azzal kéne még mindig menni, mert még mindig nem tudom kiautózni azt,
azt, amit ebből igazából ki lehet. Sokszor vannak jó pillanataink, sokszor van olyan, hogy úgy kelek fel, hogy jól sikerül menni, de szerintem még nagyon sokat lehetne ezzel hozni. Féktávokon leginkább azt tudom, az biztos. Ilyen apróságok voltak, csak hogy becsúsztunk egy árokba, rámentünk a traktorgumira, és akkor letörött a lökhárító sarka, mit tudom én, ilyen apróságok, de olyan, hogy felborultunk volna tetőre, vagy oldalra, vagy bármi, hála a jó Istennek még nem volt, meg ne is legyen. Majdnem megbuktam először, mert mondta az oktató, kisív be jobbra, vagy kanyarodjunk be, vagy jobbra parkoljunk be. Én meg bekanyarodtam jobbra kisívbe, ahogy azt nem kellett volna. Azt mondja, hát Zoltán, ez így nem jó. És akkor, jó, mondom, hát akkor javítsunk, és akkor nagy nehezen e fölött szemet hunyt, úgyhogy nem sok kellett volna szerintem, hogy elsőre megbuktassanak, de hála Istennek sikerült. Úgyhogy apunak jó ismerőse volt az oktató, szóval nem kellett messzire menni. Az volt az első, mikor beültem az autóba, a gyerek, ez nem versenypálya, úgyhogy lassan megyünk, nem gyorsan. És akkor ez így szépen kialakult. Volt nagyon sok bagatelhiba, amit elhibáztam. Azt akkor ott mondta a másik srácnak, akivel voltam vezetni, jó barátom volt. És akkor mondta, na, az ilyenek miatt van a baleset. Ilyenek kapnak jogosítványt. És akkor ez így egy kicsit így megzuhantam, hogy most mondom, mi volt ez a nagy hiba. De tanultunk belőle, hál' Istennek, úgyhogy szerencse. Idén évelején volt egy ilyen pályázat. Ugye látni a Matricán is, ez egy tehetséggondozó program. Tudtuk azt választani, hogy kétféle verzió volt, vagy itthoni versenyzésre kell a támogatás, vagy külföldi, és akkor itt ugye nevezési díj, benzinköltség, szállás, úgyhogy ilyenekre tudod ezt elhasználni, és a maximális összeg az, aki hazai versenyző volt, az 300 ezer forintot kaphatott, ugye mi nyilván ezt a legtöbbet pályáztuk meg, és hála Istennek meg is kaptuk ezt a pénzt, úgyhogy meg tavaly is kaptunk egy kisebb támogatást, úgyhogy idénre nevezési díjat nekünk nem kellett fizetni, úgyhogy ha már ennyit nyertünk ezen, hogy tehetséggondozó program, és ennyi pénzt kaptunk, 300 ezer forint, ez is sokkal több, mint a semmi, tehát most mi ezt is értékeljük, és kijött belőle majdnem 4 nevezési díjahoz, még hozzátettünk egy picit, és akkor így megvolt a 4 verseny nevezési díja. Próbálunk saját pénzből menni, apu nagyon sokat hozzátesz ehhez, nagyon sokat dolgozik ezért, amiért talán sose leszek elég hálás neki, meg sose fogom neki tudni ezt visszaadni. Körülbelül ő az egyetlen szponzorunk, kitertnénk az egész autóra, hogy köszi apu, javarészt ő finanszírozza. Van egy-két jó ismerős barát, aki azért ilyen apró pénzekkel hozzátesz, de nem olyan nagy tételekkel, hogy most nekünk itt világot kellene megváltanunk. Az autóval hál' Istennek nincsenek nagy gondjaink, mondhatom azt. Évelején összeret rakva ez a motor, nagyon sokat nem bántottuk, csak ilyen szelepfedelet szedtük le konkrétan. 1.6-os motor került bele. Fékbetéteket kell cserélni, ami biztos, ha ne adj Isten olyan féktárcsát, de az ritkább. És akkor ilyen apróságok voltak az idén, hogy most vízhűtőt kellett cserélni évközben, mert Fehérváron melegedett, és akkor lett beletéve egy nagyobb hűtő. Két verseny között mindig a féltengelyek szét vannak szedve, a hajtás az nagyon nagy figyelmet kap, mert ez egy nagyon gyenge pontja az autónak, és a féltengelycsuklókat szinte versenyenként van szétszedve, nézve, hogy lötyög-e, szorul-e, és ha igen, egy picit is, akkor már cserélve van. De úgy összességében, ha nem csinálunk valami bakit, vagy nem törjük össze, hál' Istennek ez nem jellemző ránk, akkor a féltengelyen kívül még a féket szoktuk ellenőrizni, és igazából, ha még valami plusz probléma van, de hát hála Istennek ezzel az autóval nagyon kevés probléma van, és ezt még most lekopogom megint. A műszaki része a szenzációs, úgyhogy nem tudok rá panaszt mondani, nagyon keveset kell szerelni ahhoz képest, amennyit megy. A gumi az egy nagyon kényes kérdés nálunk. Apu nagyon igényes a gumira. Ha kell, akkor most is meccsek előtt például rendelt 4 új gumit, 2 darab középkeményet, 2 darab puhát. Szóval majd minden versenyen van új gumi előre. Hátul nagyon sokat elmegy, hál' Isten, meg könnyű a hátulja. Veszünk rá 2 puhát, és akkor azt mondjuk, hogy az elmegy mondjuk egy évet, és akkor nagyon minimálisat kopik. De a gumi az majdnem minden versenyre kell is új. Még ennél az autónál én nem tartom magam nagy versenyzőnek, meg nem is vagyok az, félreértés ne essék,
De a két versenyes gumi között és az új gumi között még én is érzem a különbséget, pedig én tényleg nem tartom magam az elitbe, de érezni a különbséget meg. Ha most Salgó Rallin mentünk első körbe használt gumikon, az utolsó körre fel lett téve az új gumi, meg kellett eredmény szempontjából, hát ha tudunk javulni, és kilométerenként ilyen fél-egy másodpercet javultunk az új gumival. Tehát azt mondom, hogy az autó technikailag nem áll a mezőny tetején, de a új gumi az előre mindig jut az autóra, tehát az elengedhetetlen nekünk. Egy szett gumi, négy darab gumi, nagyságrendileg 250 ezer forint, és ha most ne adj Isten kell venned 4 vagy 6 darabot, az azért meg tudja nyomni a pénztárcát, hogy igazán, mert most ilyen az, hogy tankolsz, az is sok, mert nyilván most veszel 100-as benzint 20 ezerért vagy 25 ér, az is sok. Elmész, szállás, stb. Kaja, pia, de ezek csak olyan sallangok az mellett, hogy egy gumit veszel 70 ezer forintért. Az bődület, hogy milyen pénzt elkérnek érte. A kocsi az most lehet, hogy egy jobb motort lehetne belefaragni, amire azt mondom, hogy lehet, hogy nem 160 lóerő, hanem 200, de lehet, hogy az nem érne mindig célba, úgyhogy azért is nem bántjuk. De ha a pénz nem számítana, akkor biztos, hogy próbálkoznánk egy komolyabb motorral, meg egy szeki váltót biztos, hogy tennénk bele. Ami még így eszembe jut hirtelen, meg nagy szívügyem azért is egy R2-es autót kipróbálni, mert azt mondják, hogy félelmetes a futóműve. Még biztos, hogy ez alá az autó alá lenne rakva 4 gátló, mert nagyon kíváncsi lennék, hogy mennyit hozna, mert ezek szinte utcai gátlók, úgyhogy ezekkel nem tudom, hogy nagyon labdába rúgni nem lehet. De nagyon kíváncsi lennék arra, hogy ezen az autón egy jó futómű. Mert mindenki azt mondja, hogy a futómű az nagyon-nagyon fontos dolog. Kíváncsi lennék, mennyit dobna rajta, és szerintem a motor az másodlagos lenne jelen esetben. A fék az most is az egyel nagyobb Honda Integra Typer van benne, 20 mm-rel nagyobb átmérőjű. Szerintem én nem tudnám azt se kihasználni, megmondom az őszintét, mert ezt a féket se tudom 100%-ig használni és kiautózni, úgyhogy nem gondolom, hogy nekem ahhoz nagyobb fék kéne, mert lehet, hogy akkor, ha olyan féked van, akkor meg már lehet, hogy a gumi nem engedi azt, és nem tapadna úgy, amennyire kéne. Négy éves volt az Zoli, mikor én vettem neki egy 80 köbcentis cross motort, és ott az udvarban azzal motorozott. Egy automata váltos PV80-ast, nagyon szerette, és láttam rajta, hogy érdeklik ezek a műszaki dolgok, tehát a robogó, az autó olyan szinten, és van itt egy betonos rész a vasútállomásnál, ott esténként, mikor nincsen olyan mozgás, ott meg szoktam neki engedni, hogy először az ölembe ülve, majd később egyedül megpróbáljon egy autót. Láttam rajta, hogy olyan szinten tisztában van az autóvezetéssel, még jogosítvány megszerzése előtt, hogy nem azt mondom, hogy mindig nyugodtan adtam oda, mert egyre kevésbé vagyok nyugodt, mikor versenyez. Ez nem azért van, mert talán nem tud vezetni, hanem próbál penge élen autózni. Félteni mindig féltem minden egyes versenyen, a Rally 2-ben is féltem, és korábban is féltettem mindig. Abból adódóan, hogy akkor még fiatalabb volt, talán egy kicsit bevállalósabb, most is bevállalósnak gondolom, és mindig féltem. Nagyon sokszor előfordul az, hogy szervizparkba bejönnek a nézők, és megkérdezik, hogy hol van az ember, aki ezzel az autóval megy, és akkor mutatják a képet, hogy Porokszent Királyon az ugraton 180 körül elugratott, és így orral csúszott végig, és kérdés volt, hogy átfordul-e, vagy kerékre esik. Mutatták a képet, azóta is őrzem a telefonomba, tehát ez párszor azért előfordul, meg mondják, hogy elmebeteg, meg hogy megy, szóval látom én is, hogy penge élen táncol. Egyszer-kétszer beültem mellé, eddig még mindig velünk voltak a fentiek, és semmi problémák idézőjelben nem volt. Tehát az autónk nem törött, talán két első sárvédőnk, mindig kétszer ugyanaz az oldal, egy darabig őrizgettük, hogy majd ha lesz másik oldal, akkor kettőből csinálunk egyet emléknek, de hát mindig csak a jobb oldal. De talán kétszer volt ilyenünk. Komoly problémánk nem volt. Volt korábban, hogy gyönkhögyészen mentünk, valamiért be kellett mellé ülnöm, mert a navigátor rosszul lett, hasmenése lett, nem tudom mi lett vele,
és Hőgyész előtt volt egy ilyen elnyújtott kanyar, negyedikbe visszakapcsolt ilyen 140 körül, és éreztem, hogy uszkál az autó, és láttam, hogy huszkodja rá a kormányt, rám néz, és közben huszkodja a kanyart, azt mondja, hogy beszartál, mondom, nem, de előre figyelj. Ennyi. És akkor már ugye látta, hogy kapaszkodok. Hát hogy amikor kinéztem, láttam, hogy a jobb hátsó kerék az a füvön van, és ugye kormánymozdulatokból láttam, hogy nem egészen ott megy a hátulja, ahol nekem jó lenne, vagy ami nekem tetszene. Nem is szeretek ezzel az autóval menni. Ha tehetem, még gépátvételre se viszem el, mert nagyon hangos, kényelmetlen. Nekem furcsa, hogy a váltója úgy szól, hogy meg lehet benne őrülni, olyan hang van benne. Nem nagyon szeretek vele menni. Verseny alatt elviszem, én szállítom az autót a verseny helyszínére, a gépátvételre ők elviszik, a navigátorával vagy egyedül. Az autót mindig egyedül készítem fel túlnyomó részben azért, hogyha esetleg valami van vele, akkor tudjam, hogy mihez kell nyúlni, és mi az, amit tudom, hogy ott nem lehet probléma. Szerintem ő a vezetéssel már úgy van, hogy nagyon nem tudom segíteni, hogyha kell, talán lelkiekben, mikor szükség van arra, hogy egy picit azt érzem rajta, hogy valamiért mély ponton van, akkor mindenféleképpen lelket kell beleönteni. Visszafogni nem szoktam, csak mindig azt mondom neki, hogy határokon belül, tehát azért ítélje meg mindig a legjobb helyzetet. A rally versenyzés annyira nem érdekel. Vannak a környékben versenyző haverjaim, akik korábban is versenyeztek, nagyon jó személyes kapcsolatom van velük, de én nem egy-egy versenyre elmentem megnézni azért, mert tudtam, hogy versenyeznek ide a környékbe, de egyébként nem. Az egészhez, mikor indult az Oli, elhordtam első osztályú versenyekre, és utána maradt ez meg, de hogyha ő abba hagyja, én nem fogok menni versenyre. Tehát nekem nem volt ez az álmom, hogy versenyezzek, vagy egyáltalán versenyt nézzek. Minden öröme nekem is öröm, minden verseny valamilyen szinten örömmel tölt el. Amikor Szent Királyon a repülőtéren megnyert egy futamot, annak is ugyanúgy tudtam örülni. Nyilván, hogy most már másodosztályba megy és mezőny elejébe autózik, ez ugyanolyan örömmel tölt el. Sajnos azon a ponton vagyunk, ami saját erőből elérhető és reális, az ez a szint. Másnak a kárára, hogyha valahonnan veszünk el, az nyilván máshonnan hiányzik. Ez már nem ez az első év volt olyan, hogy azt mondom, hogy ez a szinten tartása, ez annyi költségbe volt éves szinten, hogy nem azt mondom, hogy erőn felüli volt, de ez egy ilyen pont, egy ilyen egészséges határ. Az, hogy egy R2-esbe beüljön egy versenyre, arra látok esélyt, ezt gyakorlatilag tudnánk finanszírozni, nem tudom, hogy mennyi értelme lenne annak, hogy 20 tesztkilométerrel beüljön egy idegen autóba. Én azt gondolom, hogy lehet, hogy nem érne el olyan eredményt, mint ezzel az autóval, amivel 2009 óta megy, ismeri és tudja, hogy mire mit reagál. Tehát egy teljesen idegen autóval, hiába sokkal komolyabb technika, nem vagyok benne biztos, hogy egy versenyen 20 tesztkilométerrel jobb eredményt tudna elérni. És a másik dolog meg, hogy egész évet szerintem finanszírozni nem tudom, lenne értelme. Voltak ilyen apró pillanatok, amikor ugye megnyertük 11-be a sprintbajnokságot kategóriába, 12-be a még egyszer megnyertük. Mindig azt mondja, hogy ügyes vagyok, jól csinálom, ne adjam fel. De az első írásos emlék azon 2014-ből az akkor volt, amikor megnyertük ugye az első országos bajnokságunkat, aztán e-mailbe elküldte, fenn volt az eredménytáblázat, és azt írta, hogy legyél büszke magadra, mert én is az vagyok rád, és akkor ez a mai napig itt van előttem, és ez tökre ilyen pozitívan jár át mindig, ha erre gondolok. Mindig piszkál vele, hogy ő megmutatná meg ő tolatva, azt mondja, hogy ő tolatva gyorsabban menne, de még sosem mutatta meg. Mondtam neki egyszer, mutasd meg, hogy most mi a helyzet, hát ha tudnék még tanulni, mert a jótól sose szégyen tanulni, de hát egyszer majd remélem kiderül, de legutóbb talán 2011-ben vagy 2012-ben
ment még egy kört az autóval, itt a Kovócsimon tornyán még verseny. Nem merte megmondani, hogy milyen időt jött, mert szerintem rengeteget kapott volna. Életünk első versenyén, a Szentgáloskéri versenyen 2009-ben, amikor Hideg Krisztián előtt előfuthattunk, akkor olyan volt, egy ilyen falusi részre, egy ilyen focipálya mellett jöttünk el, 200 méterre egy balos derékszöggel kifordultál, és akkor onnan 1000 vagy 1200 méterre egy lassító. És ott 14 évesen ereszkedtünk 190-nel. Apu nem féltetne bennünket, nem nagyon mondhatnám, hogy visszafogott, várta, hogy belenyúljon 200-ba a mutató, leginkább, szóval anyu ott volt, ő nagyon féltett, anyukám, tehát ők összevesztek ezen akkor, hogy a gyereket miért engedi ilyen gyorsan menni, meg hogy még kell ennyi idős gyereknek így autózni. Aztán hát apunak volt a döntő szava, hál' Isten, és folytathattuk ezt az egészet. Jövő évben egyelőre még erről nagyon sok szó konkrétum nem volt, megmondom az őszintét. Vannak terveim nekem, de ehhez kell ugye apunak az áldása is. Úgyhogy bérelni semmiképpen sem, mert az nekünk nem egy kifizetődő dolog lenne, mert most ne adj Isten egy olyan autót összetörsz, amit ki kell fizetned, és 10x millió forint, akkor az nem nagyon jön neki jól. Úgyhogy lehet marad ez az autó, sőt több mint valószínű. Szeretnénk rá egy-két apró fejlesztést, egy tolókerekes váltót, egy lamellás pert például, ami talán még egy-két apró másodpercet hozhatna kilométerenként, vagy nem tudom, gyorsonként is, ha már egy-kettőt hoz, már az jó lenne. Úgyhogy ilyen apróságok vannak, aztán majd meglátjuk, hogy mit hoz a jövő. Most próbálunk feltöltődni, még aztán januárban új úterővel nekiállni ennek az egésznek, hogy akkor most mi lesz, és talán január-február környékén már körvonalazódik ez, hogy mi lesz velünk az idén. Szeretném, hogyha maradhatna a Rally 2. Az embernek van egy szintje, most úgymond egy szint, azt nem szeretné lejjebb adni. Ez nem negatívum igazából, mert az amatőr is tök jó volt, nagyon jól éreztem magam ott, nagyon örültem és hálás voltam, hogy mehettem ott, mert sokan erről az autóról és arról, hogy egy MART bajnokságba mehessenek, arról is csak álmodoznak, nem az, hogy négyszer megnyerhessék. Úgyhogy én nagyon örülök annak is, de én inkább azt mondom, hogyha úgy adja az Isten, akkor akár kevesebb Rally 2-es futam, de az, hogy most te időpontod van, etapolsz, részreggel a parkferméba, időre kiadod a menetlevelet, mész a szervizbe, negyed órád van, és akkor mehetsz tovább. Úgyhogy nekem ez az, ami ebbe megfogott. Ha kell, akkor megyünk kevesebbet, de Rally 2-t szeretnék. Az amatőrben nagyon sokat kell állni és várni, úgyhogy annak az az egy a hátránya, de addig meg tudunk bandázni, annak az a pozitívuma. Szeretném megköszönni ezt az egészet édesapámnak, hiszen nélküle ez az egész nem jöhetne létre, rengeteget dolgozik, és mint említettem, ezt soha nem fogom tudni neki visszaadni és meghálálni, úgyhogy próbálunk az eredményekkel neki egy kicsit visszaadni ebből az egészből, hogy ez mennyit is jelent nekünk. Köszönetet mondanék még Jani bácsinak, aki apának rengeteget segít abba, hogy ez az autó mindig rendben és hibamentesen célba érjen. Ő is rengeteget dolgozik az autón, és azért, hogy mi gond nélkül hobbizhassunk és autózhassunk. Köszönöm a navigátoromnak, hiszen én egy rettenetes, elviselhetetlen figura vagyok, ha versenyen vagyunk, és pályabejáráson, meg etapon, vagy bárhol mindig kötekszek, és mindig az agyvize biztos, hogy 500, de még mindig úgy áll hozzám, hogy félelem milyen türelme van. És hát mindenkinek köszönöm, aki valamilyen formában támogat minket, és segít bármiben.